Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják a mikrofonnál, Bleier Gábor. Mai vendégem Csiza Viktória, vállalati gazdaságelemző, remélem, hogy jól mondtam. Teljesen jól mondtad. Akivel a mai nap során arról beszélünk, hogyha a mai kis és középvállalkozásoknak, a kávészektornak, illetve a kicsit nagyobb cégeknek milyen újfajta kihívásokkal kell szembenézni a mai modern világban. Először is, hogy hallgatóink is megismerjenek egy picit téged, hallhatnánk arról valamit, hogy hogyan kezdődött a pályád, hogy egyáltalán hogy kerültél erre a vonalra? Természetesen üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Első körben az lenne a legfontosabb szerintem, hogy én soha nem akartam pénzügyekkel foglalkozni, sőt, kifejezetten ez volt az a terület, amire azt mondtam, hogy na ezt biztos, hogy nem. Ehhez képest valami furcsa fogva mégis ezen a területen maradtam, de nem bántam meg egyébként, mert hogy nagyon-nagyon érdekes dolgokat lehet itt tapasztalni. Mik voltak az eredeti elképzeléséről? Mondtad, hogy nem erre a pályára készültél. Mi szerettél volna lenni? És sokkal inkább humán vagy művészeti, tehát inkább a jobb vagy féltekés irányba próbáltam magam terelni, de hát ezek megmaradtak hobbinak. De a reál dolgok, ugye a gazdasági elemzésnél és a vállalati gazdasági elemzésnél eléggé kell számolni. De ezek azok, amik picit visszarángatnak így a Föld nevű bolygóra, és így két lábbal tudok a Földön járni. Akkor úgy látszik, neked nagyon fontos az életedben a harmónia ilyen szempontból. Abszolút. És ez miben mutatkozik meg a mindennapi életedben? Tehát mondjuk gazdasági dolgokkal foglalkozó a munkáterület, és amúgy? Igen, tehát a balagyféltekés dolgok azok tartoznak a munkámhoz, egyébként pedig néha írogatok, festek, mandalákat festek, tehát ezzel próbálom a... Mandalákat festek, ez az micsoda? Mandala az egy nagyon érdekes dolog, ez egy ősi szanszkrit szó egyébként, kört jelent, és olyan energia mintázatok ezek, amik harmonizálják a körülöttük lévő teret, illetve a körülöttük lévő embereket elviekben. Fontos, hogy harmóniában lásd az embereket? Abszolút. Én a munkám során is úgy vagyok vele, hogy én nem egy céggel beszélgetek, hanem egy emberrel. És hogyha meglátom az ő motivációit, hogy mondjuk egy új vállalati fejlesztésnél, beruházásnál mit szeretne csinálni, akkor sokkal inkább megértem azt, hogy ő gazdaságilag miért úgy gondolkodik, ahogy gondolkodik. Tehát miért azt csinál, mit csinál? Tehát tulajdonképpen itt is az emberen keresztül akkor az egész szervezetet megpróbálod egységbe látni? Így van, muszáj. Enélkül nem megy. Akkor... tételezzük fel egy elképzelt helyzetet, vagy ne is annyira elképzelt helyzetet. Mondjuk én vagyok egy kis vagy középvállalkozó, és elhívlak téged, hogy van egy, most indítottak egy új vállalkozás, de bizonyos pontokban nem vagyok biztos, akkor hogy kezdjük el ezt a beszélgetést? De először is megnézzük, hogy egyetem mit vársz ettől a vállalkozástól, mit szeretnél ezzel kezdeni, miért indítottad ezt el, mi ezzel a célod. Ez nagyon fontos, mert sokszor az emberek úgy vannak fel, hogy hát kéne valamit vállalkozni. Ez nagyon szép gondolat, csak így ebből nem lesz semmi, tehát nyilvánvaló, hogy valami céllal kéne ezt elkezdeni, mert ahhoz képes lehet majd valami ütemtervet felállítani. Ne adj Isten, ha ezt egy projektként szemléljük, akkor mondjuk egy projekttervet írni erre. Tehát anélkül, hogy nem tudom, hogy merre megyek, anélkül nehéz lesz. És te hogy látod a mai vállalkozóknak, vagy akár közép- vagy nagyvállalatoknak, a KKV-szektornak van motivációs képük? Mire gondolsz? Hogy hova szeretnének eljutni? Igen. Vagy ebbe is már segíteni kell. Többségében van. Tehát nagyon ritka az, amikor egyáltalán nem tudja, hogy merre megy. Azért akadnak ilyen emberek, de ők vannak ritkábban. Viszont az szokott lenni a probléma, hogy bár tudja, hogy merre szeretne menni, de nem tudja, hogy hogyan lehet oda eljutni. Uh-huh. Abba, ha jól értem, nem is segítséged az, hogy te rávezesd arra, hogy mit szeretne. Tehát az már nem a te feladatköröd. Nem az én feladatom, de néha azért ilyen is előfordul. Igen, nyilván helyette nem tudom kitalálni, esetleg együtt tudok vele gondolkodni. És hogy lehet valakivel ez ügyben, tehát megkérdezed, hogy mi az érdeklődési köre, milyen úton, az utat nem, de hogy tudod rávezetni? Tehát én odajövök hozzád, és elkezdek neked álmodni nagyokat. Most csak kételezzük fel, hogy én nagyon szeretnék művészetekkel foglalkozni, meg kultúrával foglalkozni, meg úgy érzem, hogy ezt egy projektbe kéne megvalósítani, de lila ködökbe úszom. Akkor te megköszönöd a beszélgetést, vagy rásegítesz valahogy? Nyilván ilyenkor picit szerepcsere
történni, hogy most te kérdezel, akkor én kérdeznék, és megnéznénk pontosan, hogy te mit szeretnél. Lehetséges, hogy egy-két órán keresztül csak kérdéseket tennék, hogy pontosan körvonalazódjon, és amikor az ember már kellően nagyot álmodott, akkor le lehet rángatni a földre, meg lehet nézni, hogy mennyire lehet ezt megvalósítani. Van-e ezen a területen már tapasztalata? Ugye sokszor olyan vállalkozásokat szeretnének embereken indítani, amiben egyáltalán nincsen tapasztalatuk. Hogyha nincs, akkor kik azok, akik ebben tudnának segíteni, akik már tapasztaltak ezen a területen, vagy valamilyen módon körül tudja elvenni magát olyan szakemberekkel, akikkel együtt el tudja indítani ezt a vállalkozást. Így most már érthető. Tehát mondjuk azért tételezzük fel, hogy egy olyan típusú vállalatvezetővel, vagy kezdővállalkozóval ülsz össze, akinek már van ilyen típusú elképzelése, és akkor eléd tárja, hogy ő mit szeretne. Igen. Mi az első lépés szerinted, amit rögtön tisztázni kell? Ha már megvan a cél, akkor onnantól kezdve ezt valamilyen módon fogható formába kell tenni. Ez mindig egy nagyon érdekes dolog. Például én a saját munkám során gazdasági modelleket használok erre. Ilyenkor gazdasági modellt építünk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy jó 3-4 órás beszélgetés, sok pogácsa fogy ilyenkor, meg sok kávé, és szépen megnézzük azt, hogy oké. Fölözünk például egy térképet. Kik a résztvevők? Ezek a résztvevők milyen hatással vannak egymásra? Minden olyan területet, tényezőt, ami esetleg érdekes lehet ebben a projektben, vagy a vállalkozás indításában, azt mind-mind-mind felrajzoljuk. Tényleg rajzolunk, tehát mint a gyerekek. És amikor megvan ez a teljes térkép, akkor ehhez rendelünk gazdasági fogalmakat, például bevételt, kiadást, tehát pénzáramlásokat. Ezt fordítjuk le pénzre. Mert ugye mindenki azért célszerűen azért kezd el egy vállalkozást, hogy valami pénzhez hozzájusson majd ebből a későbbiek folyamán. Tehát ezért fontos mindent gazdasági nyelvre lefordítani, de ehhez fontos, hogy megértsük azt, hogy miről szól ez az egész beruházás. Ezért kell a térkép, a gazdasági modell. Mennyire tudatosak ebbe a piac résztvevői? Hát, hogy őszinte legyek, semennyire. De ez abban szokott kimerülni, hogy azért általában, aki már elkezd valamilyen üzletet, van valami üzleti óra, tapasztalata, gazdasági ismerete, stb. De igazándiból önnáluk is azt veszem észre, hogy leülnek egy Excel táblázat elé jó esetben, oda bedobálnak mindenféle számokat, ami vagy igaz, vagy nem, és ebből próbálnak kiindulni. Nagyon nagy hibát lehet ezzel elkövetni, hogy olyan számokat veszek alapul, amiknek semmi köze a valósághoz, csak én azt hiszem, hogy annak köze van a valósághoz. Ugye mondjuk itt jön az én szakmámnak a munkája, hogy ezeket a számokat pontosan kiderítsük, hogy mennyi az annyi, miért annyi, és utána azokkal számoljunk tovább. Tehát nehéz az ötleteket, elképzeléseket számszerűsíteni. Ami azt jelenti, most csak megpróbálom egy kicsit lefordítani, hogy amikor először leültek, és már azért motivációról beszélünk, vagy igen, tulajdonképpen felépítesz egy vállalati struktúrát, hogyha jól értelmezem, akkor legalább nagyon két világba örültek. Tehát az álmok világa, ő az álmok világába, ami mondjuk nem ártalmas egy vállalkozás kezdésénél, vagy egy új terv kezdésénél. Te pedig a realitásokat próbálod ugyanerre a két rendszerre összehangolni. Hogy lehet ezt elképzelni? Tehát megpróbálod meggyőzni arról, vagy egész egyszerűen szembesíted az adott úriembert vagy hölgyet, aki egy vállalatot igazgat, hogy ezt a két dolgot össze kell passzolni. Én soha nem győzök meg senkit semmiről, mert ezek nem az én vállalkozásaim. Tehát nyilván az ő dolguk, hogy ők mit szeretnének, és az ő elvárásaikat fogja teljesíteni ez a vállalkozás. Tehát amikor elindítja, akkor körülbelül neki azért a fejbe megvan, hogy mikorra szeretné, hogy megtérüljön ez az egész, milyen pénzeket vár ebből. Na most ezeket, a megtérüléseket, ezeket lehet alátámasztani, hogy ez tényleg reális, amit ő ettől vár, vagy nem. Nem kell őket meggyőzni, hogy le kell fordítani számokra ezeket a dolgokat. Ők ezt tudják, csak éppen nem feltétlen van olyan eszközrendszerük, hogy ezt meg tudják tenni helyesen. Az előbb még ott tartottunk, hogy akkor tulajdonképpen minden, mint egy ilyen térképet berajzolsz mindent. Ebben le is zárult a folyamat, vagy ez még korán sem? Nem, ez a folyamatnak az eleje. Ez csak arra való, hogy el tudjunk kezdeni egyáltalán dolgozni. Ugye nekem, illetve a kollégáimnak, mert nem egyedül dolgozom, pontosan meg kell értenünk azt, hogy mi ez a projekt, mi ez a vállalkozás, mi ez a beruházás. Hogyha ezek a térképek nincsenek felrajzolva, akkor mi sem értjük, tehát akkor el fogunk beszélni egymás mellett. Ugye az adott ügyfélnek a fejében lesz egy gondolat a vállalkozás, illetve mi fejünkben is lesz egy gondolat, de ennek a kettőnek nem lesz köze egymáshoz. Ugye ezt elkerüljük, ezért közelítjük ezt a két világot egymáshoz, és amikor már nagyon-nagyon kicsi torzítások maradtak, csak akkor tudunk ezzel elkezdeni együtt dolgozni. Hogy néz ki az utam, miután
mind a ketten kaptuk egy reális képet. Tehát, mert ha jól értem, ez az első lépés volt. De mi következik ezután? Tehát utána már fel lehet vázolni egy projekttervet, amin végig kell menni, vagy még bőven nem tartunk ott? De egy gazdasági modellépítés, annak egy része az a térkép, amit én mondtam, többi része például a projektterv, vagy egyéb olyan tényezők, amikből el tudunk kezdeni dolgozni. Amikor már az összes létező olyan dolog adott, amire nekünk szükségünk van, most nevezzük ezeket adatoknak, mindenféle bemeneti adat, tehát az adózástól kezdve az alkalmazottak létszámáig minden. A szállítmányozáson keresztül a kiadásokig, igen. Így van, így van. És mindent tudunk számszerűsíteni, megvan, hogy ez ennyibe fog kerülni, az annyit fog hozni. Akkor onnantól kezdve jön a következő kérdés, ugye miért csinálok vállalkozást? Azért, hogy pénzem legyen belőle, azért, hogy megtérüljön, na de mikorra fog megtérülni? Tehát ez a kérdésedre a válasz, ez a második lépés, hogy a megtérülést megnézzük, hogy összhangban van-e azzal, amit az adott ügyfelünk elvár tőle, vagy az adott vállalkozó elvár tőle. És hogyan lehet azt valószínűsíteni, hogy mikor térül meg, illetve milyen tényezők kellenek hozzá? Ez nagyon egyszerű, ugye vannak különböző szakmák. A mi szakmánk, a vállalati gazdasági elemző az erre való, erre találták ki. Tehát nekünk vannak ugyanúgy, mint az orvosoknak a szakmánkban szabályai, vagy a mérnököknek, nekünk is ugyanúgy vannak módszerek, szabályok, amik rendelkezésre állnak. Sokféle van ezekből. Ez egyébként egy nagyon fiatal szakma Magyarországon, és hiány szakma is, hála Istennek. És ezekből az adatokból megvan, hogy milyen módszerek alapján tudjuk összerakni azt, hogy neki meg fog-e térülni, vagy nem fog megtérülni, illetve mikorra fog megtérülni, és ha nagyon-nagyon bele akarunk menni, akkor milyen valószínűséggel fog megtérülni. Tehát több olyan tapasztalat volt már, amikor egész egyszerűen nagyon jól kijött az, hogy igen-igen meg fog térülni, de ennek az esélye kicsi. És képesek lettek volna nagyon-nagyon sok pénzt beletenni egy olyan beruházásba, aminek a valószínűsége gyakorlatilag elhanyagolható. Tehát papíron jól nézett ki, de a valóságban semmi esélye nem volt lefordítva. És ilyen esetben mit tudsz csinálni? Tehát gondolom, az nem azt mondod, hogy akkor ezt hagyjuk, hanem bizonyos paramétereket kell megváltoztatni. Így van, ez már egy harmadik lépés. Mert azért ez egy durva dolog lenne, hogy azt mondod, hogy ne haragudjon, hölgyem, uram. Örülök, hogy együtt dolgoztunk. Eddig finom volt a kávé, de akkor hagyjuk ezt az egészet. Igen. Nem, tehát nyilvánvalóan ez úgy néz ki, hogy vannak bizonyos érzékeny pontok. Én ezt pénznyelőknek neveztem el. Ezek egész egyszerűen szépen lappanganak, és nyelik elfele a pénzt. Nem lehet őket előre látni. A gyakorlatban ez úgy szokott megvalósulni, hogy már elindul a projekt, vagy már a vállalkozást elkezdi fölépíteni az illető, és egyszer csak hirtelen valami, vagy valamik nagyon sokba kerülnek, amit már olyankor muszáj kifizetni. Na, hogy ez ne történjen meg, éppen ezért erre előre föl lehet készülni, mik ezek a tényezők, őket előre ki lehet szűrni, és ahhoz képest valamilyen intézkedést bevezetni, hogy ne nyerjenek teret ezek. Nevesíthetnénk egy-két ilyen pénzt, csak hogy a hallgatóink is ezt megértsék? Ez mind, egy példát nagyon összesen elmondok erre, de ez mindig az adott vállalkozástól. Egy gyakorlati példa már nagyon sokat segíteni, mert itt gazdasági dolgokról beszélünk, meg emberi erőforrásokról, meg csomó mindenről, de egy csomó hallgatónak szerintem ez így sokat nem mond. Persze, én nagyon szívesen elmesélek egy konkrét beruházást, mivel ez egy külföldi projekt, ugye minket nagyon erősen köt a titoktartás, tehát azért... Nem kell se nevesíteni, nyilván, csak a típusra vagyunk kíváncsiak. Itt például a következő volt, még az emberi oldaláról közelítem meg, ez egy autópálya, egy külföldi autópálya, ahol szerették volna tudni, hogy nyilván ők már számoltak megtérüléseket, és úgy gondolták, hogy meg fog ez térülni, ez így is volt, csak egész egyszerűen kiderült, hogy a tervezési szakaszban nagyon-nagyon sok pénz megy el. Hogy miért nem ez egy hosszú történet, de a tervezésben voltak olyan tényezők, amik vitték a pénzt. És ilyenkor mi van, ugye leül egy asztalhoz a mérnök, leül a kivitelező, leül a menedzser, hát eleve ezek három nyelvet beszélnek, és a mérnök az mindig azt fogja mondani, hogy nyilván a kivitelezőnél csúszhat el a projekt, nem nála. A kivitelező mit mond? A terv rossz. Tehát ő megcsinálta rendben, de rossz. Igazándiból ezek az emberek a különböző szakmák miatt elbeszélnek egymásról, tehát ilyenkor egy tolmács szerepük is van. És az a legrosszabb, hogy egyik se csinálja rosszul a feladatot, nem, ha jól értem. Mindenkinek igaza van, így van. Tehát nem azért vannak itt problémák, mert nincs igazuk, vagy rossz szakemberek, ők nagyon jó szakemberek, csak egész egyszerűen nincs, aki összefogja ezt az egészet, és ha van menedzser, sokszor még ő sem ért szót például egy mérnökkel. És itt konkrétan ebben az autópályában, ebben a projektben az volt a helyzet, hogy ők világosan tudták, hogy meg fog térülni, de a megtérülés valószínűsége 5000-elék alatt volt.
Na most azt akárhogy számoltuk, elég keveske, úgyhogy igazándiból ilyenkor azt lehet csinálni, hogy meg lehet nézni, hogy mégis hol van az a tényező, hogy a tervezésnél volt ez, ami túl sokba kerül, irreálisan sokba, mit lehet csinálni annak érdeke, hogy ez ne kerüljön ilyen sokba, és ezáltal már is kicsit egészségileg jobban helyreállt ez az egész projekt. Akkor beszéltünk a te általad pénznyelőknek nevezett dolgokról, és hogyan tovább? Tehát feltártad ezeket a dolgokat, megvan egy alapterv, akkor hogy lehet még tovább görgetni a folyamatot, hogy nyereséges, tehát nyereséges folyamat alakuljon ki? Igen. Hát ugye ilyenkorra már látszik, hogy alapjában véve ez egy jó üzleti ötlet, vagy nem. Tehát meg fog-e térülni, vagy nem. Amikor már a pénznyelőket is tudjuk, onnantól az adott vállalkozó elkezd nyugodtan aludni, ezért rettenten hálás szokott lenni, mert nem úgy kell az egész projekt kezdését végigcsinálni, illetve a teljes folyamatot, hogy halálra izgulja magát, hogy úristen, mikor fog ez az egész bedőlni, hanem ő pontosan tudja, hogy mikor milyen tényezők vannak, amikre vigyázni kell, amikre előre fel kell készülni. De ha még vannak bizonytalanságai, akkor tudjuk fokozni az élvezeteket, tudunk csinálni teljes kockázatelemzést. Teljes kockázatelemzés ez egy eléggé bonyolult dolog, mi megmondom őszintén ezt szeretjük leginkább, tehát lehet mondani nekünk ez a perverziónk, mert ezáltal kap egy olyan teljes képet a saját projektjéről, ráadásul egy élő, tehát gyakorlatilag lemodellezzük a valóságot, és ez egy élő modell lesz, és azzal fog tudni ő dolgozni. Tehát még mielőtt a valóságban, a projektben ő odaérne ahhoz a szakaszhoz, azelőtt ő már látja, hogy hogyan fog ez működni ez az egész. Erre jó a teljes kockázatelemzés. Mit tartalmaz egy ilyen teljes kockázatelemzés? Ugye a térképet már megláttuk, tehát minden egyes dolog, ami ott áll, minden emberi szempontból, mint tárgyi szempontból, az fel van térképezve. A alapvető pénznyelők fel vannak térképezve, de milyen egyéb kockázati dolgok lehetnek? Hát nagyon sok olyan kockázat van, amire az ember nem is gondol vállalkozóként, ezt tudom én is, tehát amikor én magam egy üzleti ötletnek nekiállok, én sem tudom reálisan nézni, és rengeteg olyan tényezőt hagyok ki, amit egyébként szakmailag nem hagynék ki, tehát ez ugyanolyan, hogy fodrászként nem tudom levágni a saját hajam, és ugyanúgy megértem azt, amikor egy vállalkozó olyan dolgokat nem lát meg, ami egyébként ordít, például ilyen lehet az adózásból, vagy jogszabályi változásokból adódó kockázatok. Eleve, hogy melyik országban tervezi ezt a beruházást, vagy ezt a vállalkozást elindítani, annak is van egy kockázati tényezője. Magyarországon ugye teljesen más vállalkozói környezet van, mint mondjuk egy másik európai. Például igen. Tehát ezeknek mind-mind vannak olyan tényezői, amiket érdemes és bele is kell kalkulálni. Csak megint csak ezeknek a számszerűsítése, ami gondot okoz nekik. Itt azért most már szépen haladunk előre a folyamatban, jól értelmezem. Miután ez a kockázati terv is megvan, utána van, rakódik-e még valami olyan rá, ami kell a teljes kivitelezéshez? Ugye ilyenkor már lassan kezdjük átadni a munkánkat mondjuk egy projektmenedzsernek, hogyha egy nagyobb projektről van szó, vagy hogyha akár egy KKV, ugye mi elsősorban KKV szektornak dolgozunk, illetve ritkábban nagyvállalatoknak, nem mindig van projektmenedzser, aki a kivitelezést ezt levezényli. Egész egyszerűen a cég tulajdonos az, aki végre fogja hajtani ezt az egészet. Neki szépen átadjuk ezeket az információkat, hogy pontosan tudja, hogy mikor, mire kell vigyázni, és onnantól már a megvalósítási fázis következik. Tehát mi mindig a legelső lépésnél az üzleti ötlet megszületése után következünk, utána pedig szépen átadjuk ezt. A megvalósítási fázisból teljes mértékben kivonultak, vagy mint kontrolling néha visszajöttök? Visszajövünk persze természetesen, mert lehetnek olyan tényezők, amiket, tehát egy olyan változás jön be, amit még mi sem tudtunk bekalkulálni, nyilvánvaló, ugye nem vagyunk mindenhatók, tehát rengeteg olyan dolog van, ami itt persze most magáról a módszerről beszélünk. Igen. Tehát egész egyszerűen ilyenkor fogjuk, és megnézzük, hogy hoppá, ha ez történt, akkor akár lefuttatunk egy újabb szimulációt, milyen hatással van ez a történés a projektnek a megtérülésére. Fog-e ugyanannyi pénzt hozni, vagy lehet, hogy még több pénzt fog hozni emiatt, de lehet, hogy sokkal kevesebbet. Itt egy picit beszéltünk már nagyon sok mindenről, tehát az egész folyamatot láttuk. Az érdekelne, hogy ez a gazdaság és
vállalati gazdasági elemzés, milyen vállalatokra, illetve vállalkozóknak jók, tehát kik fordulhatnak ezekbe hozzám, mert ilyet hasonlót eddig még csak multinál hallottam. Tehát olyan, mintha a multinacionális és vállalatoknak bevált stratégiát, modern stratégiákat próbálnátok egyre kisebb gazdasági lehetőségekre is lefordítani itt Magyarország, ami azért érdekes ez az új struktúra, mert egy csomó olyan ismerete nincs tisztában a mai gazdálkodai réteg, ami szükséges lenne. Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, illetve egy nagyon jó megfigyelés, ugyanis ezt a szakmát, ezt a multinacionális cégeknek találták ki. Sőt, ezeket a szakembereket a Duna két egymással szemben lévő partján pontosan erre képzik. És az az izgalmas ebben az egészben, hogy nagyon kevesen vagyunk, és akik vagyunk, 95%-ban multiknál helyezkedtünk el. Van néhány ilyen furcsa beállítottságú, mint mondjuk a kollégák, mint meg én, akik nem, de a nagy részük, ők multiknak dolgoznak, mert ott van projekt. Viszont ebből adódik, hogy a KKV-szektor, illetve néha-néha még a nagyvállalatok is kimaradnak ebből, és úgy vágnak bele beruházásokba, hogy nincsen ez megfelelően előkészítve. Tehát ez a cél valóban, hogy miniaturizáljuk ezeket a módszereket, és használhatóvá tegyük az ő számukra is. Ezt azért is tartom érdekesnek, mert az utóbbi időben nagyon-nagyon sok vállalkozás, főleg a rendszerváltás után és utána is a különböző ciklikusságoknak megfelelően alakult, és nagyon-nagyon hamar mentek tönkre. Illetve kezdtek új dologba, hogyha ez annak idején is lett volna, gondolom, ez csomó minden kiküszöbölhető lett volna. Nagyon sok mindenki küszöbölhető. Mondom, én nem azt mondom, hogy 100%-ban így megoldjuk a dolgot, de sok minden előre látható lenne, és nagyon minimális változtatásokkal már nyereségessé tehető egy projekt, ez a gyakorlati tapasztalatunk, tehát nem a világot kell megváltani, hanem tényleg minimálisan elstruktúrálni azt az ötletet, és lehet, hogy akkor már sokkal több pénzt hoz. Akkor egy picit, mert mindjárt szünetet tartunk, beszéljünk arról, hogy kiknek javaslod ezt a módszert, a mai, akár magyar, akár közép-kelet-európai piacon. Az én célom az, és azért is hoztam létre erre egy vállalkozást, hogy ne egy szimpla gazdasági tanácsadó cég legyünk, aki mindent csinál, adóoptimalizál, könyvel, projektet értékel, vállalatot értékel, mert ez önmagában, hogy is mondjam, ez a mindent csinál, de semmit se csinálok igazán, hanem az, amikor bármit elindítok, beruházást, fejlesztést, tehát egy új dolgot csinálok, akkor ezt megfelelően elő tudjam készíteni, erre pedig a legnagyobb szüksége a kis és középvállalkozóknak van, mert ők azok, akik nem rendelkeznek ezekkel az ismeretekkel, illetve ők azok, akik odaadják ezt olyan embereknek, akik nem biztos, hogy ezt megfelelő módon megoldják ezeket a kérdéseket. És néha-néha az a megfigyelés, hogy még nagyvállalatoknál is, most pont van egy megbízásunk egy gyárbővítésre, nagyvállalatoknál is ez érdekes lehet, mert például az anyacég, aki egyébként multinak számít már lassacskán, az anyacég nem rendel erre szakembert ki. Hát javaslom, hogy majd nagyobb részletekben a szünet után beszéljünk róla, meg a magyar viszonyokról, illetőleg a mai magyar üzleti mentalitásról. Tartunk egy kis szünetet, hallgatunk egy kis zenét, és a szünet után visszatérünk. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy.
landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you're worried, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you're worried, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note, like good little children. Don't worry, be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble, but when you worry, you make it double. But don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy. That ott fejeztük be a szünet előtt, hogy nagyjából az egész folyamatot megtekintettük, illetve megnéztük azt is, hogy nagyjából kinek és milyen szempontból jó ez, hogy ebben foglalkozik, és mit jelent az, hogy már nem multi, hanem kifejezetten kis és középvállalkozás, a KKV szektorban is működik ez a dolog, és ez az új Magyarországon. Mennyire látod tudatosnak a mai magyar vállalkozókat, vagy középvezetőket, vállalatokat, és itt most ne stratégiákról beszélünk, hanem azt, hogy mennyire kezelik tudatosan az üzleti életüket, illetőleg a piacnyerésüket. Bizonyos szempontból nagyon tudatosak, másik szempontból pedig azt gondolom, hogy egyáltalán nem. Abból a szempontból igen, hogy pontosan tudják, hogy mit akarnak, és nagyon-nagyon jó üzleti ötleteik vannak. Tehát én nagyon szerencsésnek érzem magam, amikor ezekbe beavatnak, és tényleg rengeteg aha élményem van, hogy ilyen is van a világon, tehát hogy mennyire kreatívak tudnak lenni. Viszont abból a szempontból nem tudatosak, hogy szeretik azt, hogyha elhisznek valamit, még akkor is, hogyha tudják, vagy érzik, hogy nem kellene elhinni azt az adott dolgot, de inkább elhiszi, és ezért légvárat épít, ahelyett, hogy valódi vállalkozást építene. Tehát abból a szempontból kéne picit tudatosabbnak lenni, hogyha én azt mondom, hogy mondok egy példát. Hát Jóska azt mondta, hogy ez 10 000. Most mindegy, hogy ez forint darabszám, teljesen mindegy. Jóska azt mondta 10 000, akkor ez 10 000. De most nem biztos, hogy 10 000. Tehát ez még számtalan tényezőtől függ. Nem azért, mert Jóska rosszul tudja, lehet, hogy Jóska nagyon jól tudja, de ha ez csak 9 800, akkor más eredménye lesz ennek az egésznek. De az is lehet, hogy ez 15 000.
mert Jóska valamit nem tud. Ugyanúgy, tehát úgy tudnám megfogalmazni, hogy szerelmesek a saját projektjükbe, a saját üzletükbe, és hát ezt nem kell kifejtenem, úgy gondolom, hogy milyen, amikor az ember szerelmes, akkor ugye nem feltétlen a valóságot látja. És egy új üzleti ötletet csak lelkesen, csak szerelmesen lehet elindítani, de pontosan ebből adódnak a torzítások is. Itt megint bejön az a dolog, amit a harmóniáról mondtál, mert mondjuk az álmokat se kell feladni. Úgy látszik, hogy az embernek az élete mégis passzol mindenre. Tehát egyrészt az álmokat se kell feladni, de kell avval a realitással találkozni, amit akár egy külső szemlével, egy külső szakember tud nyújtani, és a kettő ötvözetéből hoztok létre valamit, ha jól értelmezem. Igen, pontosan. Mennyire nehezen szabadul meg szerinted az ember az illúziótól, meg az álmaitól? Nagyon fontos dolgok az életben, de mégis, ha csak azt követi, akkor csúnya vége lehet. Nagyon-nagyon nehezen szabadulnak meg tőle, én azt látom. Pont a mai nap folyamán beszéltem az egyik pályázatíró kollégával, mert ugye mi pályázatot nem írunk, ezt ki szoktuk szervezni, ezt a tevékenységet, és ő mondta, hogy megkérdezte az ügyfelét, hogy mit szeretne, valójában miért kéne neki pályázat, tudjuk, hogy gyárbővítés, de ennyi, és azt mondta, hogy neki mindegy. Teljesen mindegy, hogy mi lesz. Csak el legyen költve az X millió forint. Na most hát ez is egy illúzió, lesz egy új gyár részem, vagy egy részlegem, de mit fog gyártani? Tehát, hogy igazándiból, és ilyenkor, amikor jelzi az ember, hogy jó, de ilyen adatokkal nem lehet dolgozni, akkor utána meglepődik, hogy miért nem lehet ilyennel dolgozni. Tehát igazán az ő fejében, ami van, az az illúzió, az de teljesen. És már nekem egy csomó kérdés felmerült. Tehát egy dolog, hogy gyártunk valamit, de kit célzok meg vele, mire tudják használni, milyen piacnyerési lehetőségek van, milyen a konkurencia. Tehát milyen technológiával gyártom, meg tudom-e fizetni ezt a technológiát, amivel leszeretném gyártani, milyen darabszámba gyártom. Tehát igen, azért itt elég sok kérdés van. És gondolom, az első szembesítésnél derül ki, hogy merre tovább. Tehát, hogy egész egyszerűen, mert itt vagy, itt csak egy általános dolgot mondok, vagy tudomásul veszem, hogy igenis realitások, számok, mérőszámok, illetve emberi dolgok, vagy piac is beleszól, vagy pedig kergetem tovább az álmaimat, ott viszont már nem tudsz mit csinálni. Igen, én inkább hívnám ezt beszélgetésnek, mint szembesítésnek, de ez a leges-legelső beszélgetésnél már látszik, hogy ő hajlandó-e, nyitott-e arra, hogy elfogadja azt, hogy mi a különbség a valóság, illetve a között, ami az ő fejében van, vagy pedig teljesen elzárkozik ettől. Ha elzárkozik ettől, mi például nem is építünk gazdasági modellt. Én biztos nem. Mert nincs értelme. Nem fogja befogadni ezeket az információkat. Mennyire tudsz építeni arra, vagy nem tudsz, ha mennyire tudsz mennyire tud épülni arra a rendszer, amit ő elképzelt, hogyha hajlandó kompromisszumokat kötni? Ezt most nem feltétlenül értem, ezt a kérdést. Megpróbál még, tehát úgy tűnik, hogy neki van egy újfajta üzleti terve, vagy egy újfajta ötlete, vagy csak az, hogy elvinni egy másik irányba. Elindul egy ideális képből, ami, és szembesül a realitásokkal, hogyha hajlandó a kettő közt kompromisszumot kötni, akkor elindul egy folyamat. Mennyire lehet már erre építeni? Arra, hogy elindul ez a folyamat? Igen. Nem, az ő ötleteire utána építeni. Hogy az ő ötleteire. Az egész az ő ötleteire épül. Az egész. Tehát igazándiból ez, hogy ő most hajlandó-e a realitásokat figyelembe venni, ez egy másik dolog, de nem mi fogjuk neki a szájába adni, hogy ő mit csináljon. Tehát mindent ő talál ki. Nem vagyunk, hogy is mondjam, mindenféle ilyen üzleti angyalok, akik azt mondják, hogy fú, most ebbe fektessél, most abba vállalkozzál, mert most ez lesz jó, meg az lesz jó. Nem tudjuk. Tehát minden ötlet nála van. Mi azt tudjuk megmondani, hogy az ő ötletei mennyire gazdaságosak. Nekem van egy kicsike problémám, hogy ugye elmész, mondjuk én most csak teszem azt, műanyag fröccsentő gyáros vagyok, igen. Elmész egy ilyenhez, vagy mondjuk egy másik, én egy rendezvényszervező vagyok, te nem működsz azon a területen. Igen. És te találkozol egy idegen piaccal, egy idegen ötlettel, honnan tudod reálisan neki egy olyan üzleti tervet mutatni, amit ő tud használni? Nagyon egyszerű, az információkat mindig tőlük kapjuk, azért mondom több eszámban, mert általában egy cégnek a felépítésében vagy egy beruházásban nem egy ember vesz részt, hanem több szakember, több szakterületről, és az ő általuk szállított releváns, tehát szakmai információk alapján fogunk mi dolgozni, de ezekhez mi rendelünk kockázatokat. Nagyon érdekes dolog,
a kollégákkal együtt mi gyakorlatilag másfél évig csak azt az egy szót tanuljuk, hogy mi az, hogy kockázat. Másfél évig lehet erről beszélni, mert van mit, és nagyon nem mindegy, hogy egy tényezőt vagy egy adatot, amit mond egy szakember, én elhiszek, vagy nem. Úgy kell ezt elképzelni, mint egy pszichológusnál, tehát addig vesézgetjük azt az egy darab adatot, amíg teljesen le nem tisztul, hogy milyen érzelmi torzítások vannak ezen. Tehát a Jóska azt mondja, hogy ez 10 000, ez nagyon komoly érzelmi torzításokkal van terhelve, mert Jóska lehet, hogy egyébként a barátom, együtt szoktunk kiszogatni, és egyébként is 10 éve mondjuk mondott nekem, vagy 10 éven keresztül mondott nekem több ezer adatot, aminek egy része jó volt, de egy másik része nem. Tehát ezeket a dolgokat mi nem tudjuk, viszont megvannak a módszereink, hogy pontosan letisztázzuk, kiderítsük, mondom pszichológus módjára, hogy a kapott adatok megfelelőek, vagy nem megfelelőek. De azt én nem tudom megmondani, hogy az 10 000, vagy 100 000, vagy 10 millió, mert nem dolgozom a szakmájában. És csak tulajdonképpen magát az adat realitását tudod megmérni. És hogyha a realitását nem tudjuk mérni, akkor kockázatokat, szorzókat rendelünk hozzá. Itt egy csomó olyan dolgot még felvet a kérdés, hogy mi az, amire elvileg egy kezdő vállalkozásnak, vagy egy megújuló vállalkozásnak oda kell figyelni, mert beszéltük már piacról, beszéltük már konkurenciáról, mik még, amik úgy reálisan módosíthatják egy indulást, vagy mondjuk egy új ötletet? Ugye nagyon nagyban függ attól, hogy milyen vállalkozói tapasztalata van annak az adott embernek. Van egy üzleti mentorom, én őt mentoromnak tekintem, és ő szokta mondani azt, hogy igazán a kétféle ember van a világon, csak kétféle. Van az alkalmazott, meg a vállalkozó. Ez gondolkodásmód, tehát ez nem, hogy is mondjam, nem a munkavégzésnek a formája, hanem gondolkodásmód. Ha valaki vállalkozóként képes gondolkodni, megjegyzem, a magyar vállalkozásnak elenyész, vagy vállalkozói rétegnek elenyésző része képes erre, tehát sokan alkalmazotti aggyal válnak vállalkozóvá, és akár több 10-20 éven keresztül is tudnak vállalkozást működtetni alkalmazotti hozzáállással, csak éppen nem olyan eredménnyel, amilyen szeretnének. Tehát akinek van vállalkozói affinitása orra, az teljesen más, hogy fog hozzáállni, és világosan tudni fogja, hogy mik azok a kockázatok, úgymond zsigerből tudni fogja, amire figyelni kell, csak hogy ez elég ritka manapság. Picit akkor próbáljuk még jobban felderíteni, hogy mi a különbség a vállalkozói attitűd, illetve az alkalmazotti attitűd, mert te mondtad magad, hogy van olyan vállalkozás, aki alkalmazotti attitűddel azért fenntart egy vállalkozást. Igen, igen. Fenntart, ez a jó szó. Fenntart, de gondolom, hogy egy vállalkozó az fejleszt, innovációval foglalkozik, kreatív, állandóan nézi a stratégiákat, stb. Ezért részletezzük, hogy csak ennyiben más egy vállalkozó, mint egy alkalmazott. Most attitűdökről beszélünk, nem rögtön vállalkozásokról. Szerintem a teljes életszemléletében más. Tehát megint ugyanez a mentorom szokta mondani, hogy igazániból egy alkalmazottnak kötelező 8 órát dolgozni, egy vállalkozónak pedig lehet 16-ot egy nap. Tehát az, hogy mimet teszem bele, az igazi ízig-vérig vállalkozó, az életét beleteszi a vállalkozásaiba, és ezt nem véletlen csinálja, nem azért, mert unatkozik, meg nem azért, mert hát, ha jó lesz, hanem ő pontosan tudja, hogy ezt miért csinálja, és mikor, mennyit, hova kell beletenni. Tehát ezek az emberek máshogy gondolkodnak, nem kívülről várják a megoldást, mint mondjuk egy alkalmazott, ugye mikor kezdődik az ebédidő, meg mikor érkezik a számlámra a fix fizetés, ez egy nagyon szép dolog, minden tiszteltem az alkalmazottaké, és soha életemben nem voltam erre képes, valószínűleg nem is leszek. Pontosan azért, mert egyszerűen én úgy érzem, hogy a szabad gondolkodásomat ez gátolja. És én azért szeretnék más vállalkozóknak is segíteni a gazdasági döntéseikben, mert egy nagyon-nagyon komoly kihívás az, amikor az ember azt mondja, hogy jó, innentől szabad időm van, amit én osztok be, ugye reggeltől estig, sőt, estétől reggelig is, tök mindegy, én döntöm el, hogy mikor dolgozom. Tehát ugye az időbeosztása, ez is egy nagyon komoly ide tartozó dolog, ugye az attitűdhöz tartozik. Aztán az, hogy hogyan kommunikálok a saját vállalkozásomról, tehát élem a vállalkozásomat, a vállalkozásom én vagyok, aztán következő lépés, hogy ki tudom-e ezt terjeszteni, tehát amikor növelem a cégem méretét, akkor tudok-e már másokat is bevonni ebbe. De első körben a vállalkozásom én vagyok, és ezt így is kommunikálom, tehát nekem ez szívügyem. Egy alkalmazott ritkán beszél úgy a saját cégéről, mint egy vállalkozó, egy vérbeli vállalkozó saját vállalkozásáról. Pedig az nagyon fontos. Lehet mondjuk, ha megnézzünk két vállalkozást, amit mondjuk egy alkalmazott
attitűden rendelkező ember vezet, és mondjuk egy vállalkozói attitűden rendelkező, akkor lehet különbségeket látni, hogy miben lehet. Tehát mondjuk itt most nem annyira szakmáról, csak hogyha ránézel, és esetleg beszélsz egy emberrel, vagy látod egy vállalkozás profilját, miben méred le? Nagyon egyszerű. Szoktak ilyen kísérleteket csinálni, amikor elültetnek két különböző kis edénykében búzát. És akkor az egyiknek azt mondogatják, ugyanúgy öntözik, ugyanannyi fényt kap, tehát minden körülmény ugyanaz, ugyanabban a gazdasági környezetben nevelkednek, és az egyiknek azt mondogatják, hogy nem szeretlek, meg csúnya vagy, tehát negatív dolgokat mondanak neki, a másikkal pedig foglalkoznak, több figyelmet szentelnek neki, azt mondják neki, hogy szeretlek. Egész egyszerűen szívből nevelsz valamit, vagy csinálod, mert kell. Na, e között van nagyon nagy különbség. Ugye csinálod, mert kell a fizu, meg egyébként is a hitel ott van, és be kell fizetni. Ez egy kell, egy kényszer, ilyenkor az ember nem tud kiteljesedni, nem tud szívvel, lélekkel működni. Egy ízig-vérig vállalkozó a szívvel, lélekkel csinálja a vállalkozását, és éppen ezért az a vállalkozás gazdaságilag sokkal eredményesebb. Tehát konkrét, exakt számadatok vannak erre, meg lehet nézni a vállalkozás eredményességét. A jó vállalkozók vállalkozásai jól működnek. A nem jó vállalkozók nem jól működnek. Ez így egyszerűnek tűnik. Egyébként ebben egy kicsit be is zárult az a kör, amit te mondtál. Már itt az elején beszéltünk a ti elemzésetekről, tehát tulajdonképpen ez a fajta gazdasági mérés vagy tanácsadás, amit te csináltok, ez hozzájárul ahhoz, hogy megtanítsátok valakit jól gazdálkodni és jó vállalkozóvá lenni. Módszert adtok a kezébe. Most nagyon gonosz leszek, de erre úgymond születni kell. Tehát vagy így gondolkodik valaki, vagy nem. Ettől még mi csinálunk neki elemzéseket, nagyon szívesen, természetesen ugye kifizeti a díjunkat, és mi ettől rettentő boldogok leszünk. Nem ez a lényeg. Az a lényeg ennek az egésznek, hogy aki alkalmazotti hozzáállással működik, az egész egyszerűen hiába csinál mondjuk egy-két sikeres projektet, mert lehet, hogy éppen az a gazdasági környezet neki kedvezett, de nem fog tudni rugalmasan alkalmazkodni a változásokhoz. Ugye ez általában nagyon keveseknek szokott sikerülni. Amikor teljesen át kell alakulni, megint ha a növényt veszem példának, ugye egy növény is hogy nő, lehet, hogy amikor a gyökereit elkezdi lefelé ugye nyújtogatni, lesznek ott sziklák, kövek. Most egy alkalmazotti attitűd azt mondja, hogy hát ez az egész talaj csupasz sziklát, itt ki se növök, hát minek? Hát nem tudom áttörni. Egy vállalkozó az addig megy a kis gyökerével, amíg valami részt nem talál. És utána már is nagyobb lesz. Tehát nehéz az egyik attitűdből a másikba, én azt gondolom, embereket átvinni, nekünk biztos, hogy nem feladatunk. De módszert adhatok rá, tehát... Persze, menj ki a piacra, vágjál fát. Most nagyon gonosz vagyok, de egy vállalkozó az ilyen. Az kimegy és fát vág. Mert tudja, hogy ez kell ahhoz, hogy ő megtapasztalja a saját piacát, neveli magát, edzi magát folyamatosan. Tudja, hogy igenis, ugye minden van ez a példa, és hogy minden reggel megélesítem a kis fejszémet, és ő nagyon sok időt tölt azzal, hogy az eszköztárát fejlessze, hogy a saját piacát megismerje, kimegy, ő nem akarja azt, hogy helyette elvégezzék a munkát, hanem fogja, és kimegy akár a saját piacra értékesíteni. Tehát neki nem probléma az, hogyha őt mondjuk ügynöknek nézik, mert a sajátját értékesíti, a saját dolgát. Csak van valami olyan plusz a fejébe, ami tudja, hogy miért vállalja be akár ezt egy időre, hogy akár ügynöknek nézik. Belső motiváció. Ő belülről mozog. Egy belső dolog mozgatja. Az alkalmazottakat külső dolgok mozgatják. Picit emeljük akkor még magasabbra a dolgot. Hogy látod te a mai magyar, most beszélünk közép, esetleg nagy és kis vállalkozói palettát, hogy milyen irányba indul, ahogy látod, vagy mennyire veszik át ezeket a modern technikákat, a belső motivációt, amiről beszéltél. Most beszéljünk egy kicsit nagyobb általánosságokból. Azért belső motivációk, én azt gondolom, aki egyetlen arra adja a fejét, hogy vállalkozzon, azért többségében van. Tehát ez a része, ez rendben van nyilvánvalóan. Okay. A módszerek átvétele az lassan megy. Nyilván azért is, mert nem nagyon lehet ezekhez hozzájutni, és ugye itthon Magyarországon még mindig nem nagyon beszélünk annyira nyelveket, mint amennyire beszélhetnénk, vagy kellene. És azt hagyom, hogy nem beszéljük, de nem is nagyon értjük. Tehát mondjuk egy olyan módszertanhoz hozzájutni, ami multinacionális környezetben teljesen természetes, ahhoz lehetséges, hogy mondjuk azt a szakirodalmat például angolul el kéne olvasni, és ez már nem divat a vállalkozói körben. Ez azt gondolom, hogy nem a vállalkozókra igaz, hanem az egész országra igaz úgy, hogy van. Tehát mondjuk nehéz úgy átvenni, hogy nincs magyar szakirodalom.
Ez az egyik lassító tényező. Igen. És van más probléma is? Hogy is mondjam, teher alatt nő a pálma. Hát most ilyen növényes hasonlataim vannak, meg ilyen mindenféle fakivágós dolgok. Igazándiból én azt látom, hogy ez a magyar piac, ez nagyon nehéz. Tehát aki itt sikeresen vállalkozást fent tud tartani, működtetni és növelni, hát ő nagyon komoly magasságukba tud eljutni külföldön. Mert ott más a berendezkedés, nem azt mondom, hogy ott kolbászban a kerítés, nyilván nincs. Ott is vannak kihívások, de az a fajta összetett kihívásrendszer, ami egy magyar vállalkozót érint, az ott azért le a kalappal, aki ezt bírja csinálni. Tehát egy kicsit bonyolultabbak vagyunk. Mentalitásváltásra lenne szükség? Biztos. Miben? Miben nem. Oké, ez nagyon szép és praktikus válasz volt, de ennyivel ilyen szempontból most nem elégszem meg. Tehát teszem azt pénzügyileg, humán erőforrásilag, piacfelmérésben. Humán erőforrás, ugye például most ez ütötte meg a fülemet, ugye KKV szektorban nagyon nagy divat a családi vállalkozás. Nyilván ennek megvannak az előnyei, megvannak a hátrányai. Én a saját munkám során a hátrányait látom, amikor hát ugye az asszony azt mondta, hogy az annyi, akkor az annyi. Tehát az, ott nincs mese. Tehát én azt meg se kockáztathatom, hogy az nem annyi, mert ott akkor hetekig kanapé. Tehát ezek azok a dolgok, amik nehézzé teszik ezt a dolgot. Ezt meg kéne választani, hogy most tényleg komolyan gondolom, és a megfelelő szakemberekkel veszem körül magam. Vagy elhiszem azt, hogy az én családtagjaim a legmegfelelőbb szakemberek, ami sajnos nem biztos, hogy így van. Tulajdonképpen ilyen szempontból nem tudatosan választjuk meg a munkatársainkat, vagy nem a megfelelő embert tesszük a adott helyre? Előfordulhat, igen. Tudnál erre példát mondani? Hát ez a 3 hét kanapé, ez ugye elég komoly példa. Másik példa, hogy amikor mondjuk megszoktunk egy bizonyos embert. Én őt Jucikának szoktam hívni, aki a számlákat rögzíti. Jucikával semmi bajom, mert nagyon fontos szerepe van egy vállalkozásban, de el kéne tudni különíteni, hogy meddig terjed a hatásköre. Például az én munkámhoz sajnos ő nem fog tudni olyan információkat szolgáltatni, amivel én tudok relevánsan számolni egy bizonyos területen. Vannak területek, amiken igen, de nem az összes területen. És ilyenkor ezt el kell tudni fogadni a vállalatvezetőnek, hogy bizony azok az információk, amik nála vannak, nem biztos, hogy használhatóak. Azért, mert nem a megfelelő emberektől származnak. Tehát erre számtalan példát lehetne szerintem mondani, de... Lassan riportunk vége felé járunk, és azért itt már nagyon sok mindenről beszéltünk, kicsit kanyarodjunk vissza, onnan elindultunk, hogy megpróbál az életet harmóniába kezelni. Azon kívül, hogy egy komoly üzlet asszony vagy, aki stratégiai megoldásokat adsz, itt beszéltem már a festészetről, az egyéb hobbaiedről, hogyha szabad időt szánhatsz magad, akkor mivel szeretsz még foglalkozni? Én megyek ki a természetbe rögtön, első dolgom, ugye ülő munkát végzek nagy részt, tehát azért az embernek azért van a teste, hogy használja, tehát szeretek valami aktív módon kikapcsolódni. A természetben pedig rengeteg ötletet lehet meríteni, ihletet, hogyha már ugye a festésnél tartunk. És ott le lehet lazítani, tehát mindazt a akár negatív hatást, amit az ember összeszed a nap folyamán, azt ott szépen le lehet vezetni. Merre szeretsz kirándulni mondjuk? Hát, ami nekem nagy szívem csücske, az az Alpok alja. Ó, ez gyönyörű. Ez az osztrák rész, vagy már? A magyar rész. Magyar rész. És effektíve túrázol is? Igen, abszolút. De úgy kell elképzelni, nagy túra bakancsba, hátizsákkal, vagy... Nagy túrabakancsba igen, hátizsákkal is, néha-néha, és én megmondom őszintén, szeretek eltévedni. Tehát én nem mindig tartom be az útvonalakat, mert ugye Magyarország egy pici ország, tehát azért itt nem úgy van, mint Amerikában, hogy az ember utána napokig nem talál települést. Itt olyan nagyon nem lehet elrontani, és az ember mikor néha-néha átvág egy-két olyan részen, ahol nincsen út, az nagyon izgalmas tud lenni. Biztos. És van más ilyen típusú hobbi is a természetjáráson kívül? Természetjárás, festés... Hát igazából ennél sokkal többre nem szokott nekem időm jutni. Időt meg energiát lenni. Igen, ez a kettő bőven elég arra, hogy feltöltsön. Jó, értem. Akkor még egyetlen egy kérdésem lenne, hogy te magad hogy képzeled el a saját magai szakmai előre menetelét?
Ugye nekem nagyon... Mit szeretnél még elérni? Igen. Nagyon-nagyon sokat kell fejlődnöm. Hál' Istennek ugye folyamatosan rengeteget tanulok azoktól a vállalkozóktól, akik az ügyfeleim, vagy akikkel együtt dolgozom. Tehát én tényleg minden nap van legalább egy-két olyan dolog, amivel több leszek általuk, úgyhogy én nagyon hálás vagyok a munkámért, hogy ezt csinálhatom. És hát az ember soha nem lehet elég jó vállalkozó, tehát mindig fejlődni kell, és edzeni kell, és menni kell, és hogyha úgymond hóesés van, akkor is ki kell menni, ugye, mint például egy sportnál, ha 40 fok van, akkor is. Tehát amikor éppen mindenki azt mondja, hogy panga piac, akkor is ki kell menni a piacra, és folyamatosan működni, nem feladni, és begyűjteni az információkat, és tanulni tőlük. Tehát én úgy képzelem el, hogy ezt folytassam a továbbiakban, és minél több olyan kollégát, szakembert szeretnék magam köré gyűjteni, akikkel együtt a magyar kis- és középvállalati szektornak, illetve a nagyvállalatoknak is pontosan ugyanazt a multi minőséget tudjuk szolgáltatni a projektek beruházások értékelésében, amit a multik megszoktak. Hát azt hiszem, ez szép végszava volt ennek a riportnak. Nagyon szépen köszönöm Csiza Viktoriának, hogy itt volt, illetve a hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak heti magazin adását hallották. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet!